Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nincsenek könnyű helyzetben, önkormányzati cégek üzleti beszámolóit tárgyalták Szekszárdon. Súlyos sérülést okozott a csontkovács, figyelmen kívül hagyta, hogy az ügyfele lábát korábban műtötték. Meglepetés, Aparhanton már készen áll a Mikulás. Német nyelvű konferenciát szerveztek Bonyhádon, cél a magyarországi német kultúra fenntartása. Van olyan szekszárdi önkormányzati cég, amelyik hitelfelvételre kényszerült az elszálló energiaárak miatt. A távhőszolgáltató KFT például több mint 2 milliárd forintot költött idegen gázbeszerzésre. Ugyanerre a célra korábban 700 millió forint is elég volt. A vállalatok beszámolóit most tárgyalták a Közgyűlés Gazdasági Bizottságának tagjai. Az idei év második negyedévében a vártnak megfelelően gazdálkodtak a szekszárdi önkormányzati cégek. Ez derült ki a helyi gazdasági bizottság ülésén. Az Aliszka Terra, a vagyonkezelő, a sportközpont, a közművelődési Kft. És a távhőszolgáltató beszámolóját is elfogadták a grénium tagjai. Minden önkormányzati cégnél a rezsiárak emelkedése az jelentősen változtatta a számokat. A második negyed év még nem is annyira, de a harmadik negyed éves számokon már egyértelműen látszik, hogy milyen óriási többletkiadásokat jelent a rezsinek számoknak az emelkedése. A harmadik negyed év viszont már nem volt ilyen sikeres. Az elszabaduló energiárak miatt nehéz helyzetbe kerültek a vállalatok. A távhőszolgáltató például már hónapokkal korábban is csak az előző évi ár több mint háromszorosáért tudott gázt venni, sőt lesz, ahol külső segítségre lesz szükség. Hogy bizonyos cégeknél pont emiatt a áremelkedések miatt likviditási hitelekre is lesz majd szükség, hogy az átmeneti finanszírozást biztosítani lehessen. A bizottság döntését követően a beszámolókat csütörtökön a közgyűlés is tárgyalja majd. Több más mellett a turisztikai iparág is nehéz helyzetbe került az energiaárak emelkedésével. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón arról adott tájékoztatást, hogy a magyar kormány létrehozott egy turisztikai akciótervet, mely arra szolgál, hogy segítséget nyújtson az ágazat életben maradására. Elengedik például a turizmusfejlesztési hozzájárulást 2023. március 1-ig, így a cégeknél marad a nettó bevételük 4%-a. Ezen kívül a szépkártya szabályain is változtatnak. A különböző füleket eltöröljük, tehát ugyanazokra a célokra, de immáron belső korlátok nélkül lehet felhasználni ezeket az összegeket, tehát mind szálláshely, vendéglátás, szabadidő céljaira, anélkül, hogy az alszámlák elkülönített összegeit meghatároznánk, egyben lehet felhasználni ezeket az összegeket, semmilyen korlátozás e célok között a jövőben nem lesz. November 24-én vágják ki és állítják fel a Tolnai megyeszékhely 2022-es karácsonyfáját. A fenyőt idén is felajánlásból kapta a város önkormányzata. A szekszárdi Jálki András utca egykori éke díszíti ebben az évben a Béla király teret. Csontkovács oktató okozott súlyos térdsérülést egy tanítványának. Az áldozatnak korábban műtötték a lábát, ezt ő közölte is a mesterével, ám a férfi ezt elfelejtette és túlhúzta az egyik ízületét. Az ügyből büntető eljárás lett, amit most tárgyalt a bíróság. Csontkovács tanfolyamra jelentkezett a büntető per sértettje. Az oktató rajta mutatta be a gyakorlatokat a többieknek. Csak hogy a férfi bal lábát korábban műtötték, ezt közölte is a tanárával. Ő viszont egy bemutató alkalmával erről elfeledkezett és túlfeszítette a korábban operált lábat, ami súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérülést okozott. Az ügyész foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolta. A balesetet okozó Csontkovács oktató először mindent beismert, majd most tagadott. A bíró viszont úgy döntött, hogy a vádlott mégis bűnös. Szerinte ugyanis az oktatónak nem szabadott volna elfelejtenie, hogy a sérült férfi korábban beszélt neki a megműtött lábáról.
Az ítélet ezért 400 000 forintos pénzbüntetés lett, valamint a szakma gyakorlásától is eltiltották. Eltéri a bíróság 2 évre, vagy egyéb tevékenységtől, amely nem konvencionális, gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó, orvosi és egyéb felső szintű egészségügyi szakképesítés nélkül végezhető, vagy szakképesítéshez kötött természetgyógyászati tevékenység, illetve alternatív mozgásterápia. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott Csontkovács felmentésért fellebbezett. 3 nagyértékű mobiltelefont lopott el egy férfi az egyik szekszárdi áruházból. Az üzletnek okozott kár közel 1 millió 400 ezer forint. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai arra kérik a lakosokat, hogy aki ismeri a képen látható férfit, vagy az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen, vagy a 0674 501 100-as telefonszámon. Aki még nem tette, most már kihelyezheti a madár etetőit, ugyanis az első fagyok beköszöntével elkezdődhet a hazánkban maradt madarak táplálása. A szárnyasok téli etetésének első és legfontosabb szabálya, hogyha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba. Ugyanis vendégeinknek nagy szükségük van a kihelyezett, magas energiatartalmú táplálékokra ahhoz, hogy megőrizhessék a súlyukat és jó kondícióban legyenek a tavaszi költési időszakra. A Parhant önkormányzata a jelenlegi nehéz anyagi helyzet ellenére sem feledkezik meg a közelgő Mikulás ünnepről. A településen élő 18 év alattiak számára 160 darab csomagot állítanak össze, egyenként 4000 forint értékben, amelyek tartalmaznak édességet, illetve a korosztálynak és nemnek megfelelő ajándékot is. Tehát korcsoportonként fiúknak és lányoknak válogatjuk szét az ajándékokat a Mikulás csomagba. A Parhanton a polgármester épp a Mikulás napi meglepetés előkészületeit koordinálja. Mint mondja, a kezdeményezés célja, hogy a településen élő 18 éven alattiaknak egy kis varázslatot csempészenek az életükbe Szent Miklós napján. Ez már nagyon régóta él az önkormányzatnál ez a hagyomány, de a tavaly évben alakítottuk át egy kicsit másképp, hogy összekötöttük a Mikulással az ajándékozást. Ugye a vírushelyzet miatt nem tarthattunk rendezvényeket, így azt találtuk ki, hogy az önkormányzat egy Mikulást alkalmaz, aki házhoz viszi az ajándékot a gyerekeknek. Akiktől annyit kér cserébe az önkormányzat, hogy rajzoljanak vagy írjanak levelet az ősszakálló jótevőnek. A december 6-án házhoz érkező csomagok pedig nem csak édességet rejtenek, korosztályonként más-más meglepetést tartalmaznak majd. A gyerekek kreatív megnyilvánulása persze nem feltétele az ajándéknak, minden kis és fiatalkorúnak jár a csomag. A 18 év alatt mindenki részesül, azoknak majd kijelölünk egy külön napot itt a polgármesteri hivatalban, és akkor átvehetik az ajándékot. Az aparhanti családok december 6-án 15 óra után számíthatnak a Mikulás és Krampuszai érkezésére. Csaknem 3000-rel csökkent az aktív fertőzöttek száma egy hét alatt. Az elmúlt 7 napban összesen 4098 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2.162.093 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 61, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 48.245 főre emelkedett. Jelenleg 770 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében a járvány kezdete óta összesen 47.368 megbetegedést regisztráltak. Átvette megbízó levelét Szoller Zoltán Szekszárdon, a Fidesz-KDNP november 13-án megválasztott önkormányzati képviselője, a megyei jogú város 4. számú választókörzetben aratott győzelmet, a szavazatok közel 60%-át szerezte meg. A körzetben 2745 választásra jogosult volt, közülük este 7 óráig 1182-en tették le voksukat. Szolár Zoltán a jövőben többek között azon szeretne dolgozni, hogy körzetében több parkolót alakítsanak ki, továbbá útfelújítás, illetve játszótér korszerűsítés és gyalogátkelőhely kialakítása is szerepel a programjában. Szeretném megköszönni innen is még egyszer, többetszerre. Mindenféle fórumon próbáltam már megköszönni. Nagyon munkás hetek, hónapok után vagyunk. Jártam és gyűjtöttük az információkat a Felsővárosból és a 4. számú körzetből, hogy ki mit szeretne és milyen változtatások történjenek.
Úgy érzem, hogy legtöbb emberrel találkoztam, tudtam beszélni több egyszerre, sokat szorra megkeresve őket, és sikerült összerakni egy olyan kis programot, amit próbálunk majd beállítani a következő évekbe. Úgyhogy szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek. Úgyhogy amivel eddig is befejeztem, hadd mondjam azt újra, hogy hajrá 4-es számú választókörzet, hajrá Felsőváros, hajrá Szekszárd! A Vármegyeházi Esték következő programját november 24-én 17 óra 30 perckor kezdik meg a Vármegyeháza dísztermében. Az Emberi Méltóság Közösségben című előadást hallgathatják meg az érdeklődők Felföldi László pécsi megyés püspöktől. A belépés díjtalan és regisztrálni sem szükséges előre. A Völgység környékén élő német pedagógusoknak tartottak konferenciát a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában kedden. A program célja, hogy fenntartsák a magyarországi német kultúrát, és hogy a német nyelvet használó tanárok és óvónők továbbképzési lehetőséghez jussanak. Ötödik alkalommal szervezték meg a Wilhelm Knabel konferenciát a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában, ahová a környék oktatási intézményeiből, óvodáiból várták az érdeklődő pedagógusokat. Idei előadásokra meghívtuk főelődöként Engländerné Hoki Bolyát, a Magyarországi Németek Országos Szövetségének elnökét, valamint József Mihály Liszt, magyarországi német költő, író, tanár, aki mind a gyerekeknek, mind a kollégáknak is előadásokat fog tartani. A programot pályázati forrásból sikerült megrendezni, melyhez Németországból kaptak anyagi támogatást. A rendhagyó napot az Ungarn Deutsches Methodisches Centrummal közösen szervezték meg. A program célja az, hogy egyrészt a magyarországi német kultúrát fenntartsuk, továbbítsuk, a helyi pedagógusoknak, a környék pedagógusainak továbbképzési lehetőséget biztosítsunk, és hát magyarországi német kultúra megőrzése, az részben annak is azt is szerettük volna, hogy az előadás sorozat keretében három kiállítást is bemutassunk. Az egyik tárlata a Málenki robotról szól, a másik egy a németországi Ulm városából érkező vándorkiállítás, és ezeken kívül a Blickpunkt fotókiállítása is megtekinthető az iskola épületében. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Hasznos és értékes ajándékok ismét meghirdette cipősdoboz akcióját a Baranya megyei önkormányzat. Mindig be kell tartani a szabályokat, odafigyeléssel számos baleset megelőzhető lenne. Nemzetiségi hagyományőrzés, a Kaposvári Rock Színház színpadján mutatták be a német kulturális műsort. Tartós élelmiszer, hasznos és értékes ajándékok, ezeket várják december 10-éig a Baranya megyei önkormányzat épületében. Ugyanis idén ismét meghirdették a cipős doboz akciót, ezúttal az ormánságban élő hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek karácsonyát szeretnék szebbé tenni. A gyűjtésben az ormánsági fiatalokért egyesület tagjai is közreműködnek. Mintegy 1000 gyermeket választottak ki 24 településen, akikhez december közepén kiszállítják a felajánlásokat. A Baranya Segít program keretében idén is meghirdeti cipősdoboz akcióját a Baranya megyei önkormányzat. Őri László elnök ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az infláció következtében az energia és az élelmiszerárak nagy mértékben megnövekedtek, így sok család kerülhetett nehéz helyzetbe. Rajtuk kötelességünk segíteni, főként az ünnepek a karácsony közelettével, tette hozzá az elnök. Tartós élelmiszert, illetve a családok, a gyermekek számára hasznos és értékes ajándékokat is várunk. A gyűjtés a mai naptól indul, egészen december 10-éig várjuk a becsomagolt, karácsonyra elkészített cipős doboz ajándékokat. A Széchenyi tér 9 szám alatt a Baranya megyei önkormányzat épületében, a megyeházán, a portán lehet ezeket leadni. Ezután az összegyűlt felajánlások az ormánság legkisebb településeire fognak kerülni. A nehéz helyzetben élő családoknak, gyerekeknek szeretnének ezzel örömet szerezni. 2019 óta az Ormánsági Fiatalokért Egyesület is végzi ezt a tevékenységet. A szervezet most hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű több gyermekes családoknak teszi szebbé a karácsonyát. Jelen pillanatban 24 település gyerekeinek szeretnénk örömet okozni karácsonykor. Ez közel 1000 doboz jelent, ami igazából kb. 2 hetünk van rá, hogy kis csapatommal összekészítsük a mi részünket is, és a
az elnök úr részét is névre szólóan visszük ki természetesen a dobozokat a gyerekeknek. A megyei önkormányzat épületében egy karácsonyfa köré fogják gyűjteni az adományokat, úgy, mint az előző évben is. Ezeket december közepén az ormánság különböző településeire szállítják ki a nehéz sorsú családok otthonaiba. A Deseda változatos élővilágával ismerkedhettek meg az érdeklődők egy növényismereti túrán. Bár az ottani látogatóközpont már zárva van, szeretnék ilyen módon is tartani a kapcsolatot a látogatókkal. Kétféle növényt lehet benne felismerni, azt a nagy, magas fűszerűz, ott mögöttünk is van, meg ott a távolban is lehet látni, ugye, az melyik lehet vajon, vagy mi lehet, aki itt mögöttünk van, az eset zöld még. Az a nád. Az a nád, bizony. És itt mellettünk pedig gyékények találhatók, keskeny leveli gyékény főleg. A két legjellemzőbb vízparti növény közti különbségekről is szó esett a tó élővilágát bemutató sétán. A kirándulók azt mondják, nagyon élvezik ezeket az ismeretterjesztő programokat. Vannak, akik már nem először vesznek részt a panoráma kiránduláson. Második alkalommal veszek részt így az összejövetelen. Az első volt a gomba túra, ami a Tókai parkerdőben volt, és nagyon élvezetes volt. Azóta megfertőződtem, úgyhogy imádok gombát keresni és gombát szedni, és már sajátot főztem is. Úgyhogy nagyon érdekes ez a második alkalom is. Mivel a látogatóközpont október 15-től nem fogad látogatókat, fontosnak tartják, hogy másfajta módon most épp kültérre szervezett programokkal tartsák a kapcsolatot a közönséggel. Az 1974-ben mesterségesen kiépített víztározó és környékén az elmúlt évtizedekben többféle élőhelytípus is kialakult. Ezeket is bemutatták a közönségnek. Változatos nagyon ez a látogatóközponti rész. Ugye teljesen mesterséges környezet, mesterségesen fenntartott kezelt területről van szó, viszont nagyon sokféle kis élőhelytípus van, ugye vannak kis erdőfoltocskák, kis bokrosok, gyepek, van nátszegély, amit mind meg lehet ismertetni. Így nagyon, nagyon kompakt, úgymond, hogy nagyon sokfélét lehet nagyon kis területen, és akkor erre fogunk kicsit fókuszálni. Az idei utolsó kirándulása 4 évszaka Desedán túra lesz. Itt az asszalói oldalon járhatnak be az érdeklődők egy 5-6 kilométeres erdőrészt. Elsőbségi szabályok figyelmen kívül hagyása, biztonsági rendszerek nem megfelelő használata, sebesség túllépés, csak néhány ok, amik miatt már számos közlekedési baleset bekövetkezett. Baranya útjain idén már 19-en vesztették életüket ilyen figyelmetlenségek miatt. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy mindig be kell tartani a közlekedési szabályokat. Csak november 2. hetében 60 baleset történt Baranyában. A megye közútjain a legtöbb ilyen helyzetet az elsőbségi szabályok figyelmen kívül hagyása okozta. A rendőrség ezért nemrég összehangolt közlekedésbiztonsági ellenőrzést hajtott végre. Ennek eredménye is azt tükrözi, hogy sokan nem figyelnek oda az olyan szabályok betartására, mint például a biztonsági öv használata. Elmulasztása tragédiához is vezethet. Kérjük, hogy gondoskodjanak gyermekeik biztonságos utazásáról azzal, hogy gyermekbiztonsági rendszerbe rögzítik őket. Aztán csatolja be minden utas és a vezető a biztonsági övet. A passzív biztonsági eszközök használata nem a járművezető döntésének a függvénye, hanem kötelező, hiszen baleset esetén életet menthet. Bár egyre ritkább, napjainkban is találkoznak az egyenruhások olyan esetekkel, amikor valamilyen alkohol vagy tudatmódosítószer befolyása alatt állnak a vezetők. Ez azonban tilos, hívja fel a figyelmet Bertáné Wingert Erzsébet. Soha ne vezessenek ittas állapotban, illetve bármilyen vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt. Kérjük, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, tartsák be a sebességhatárokat. Soha ne használjon a vezető vezetés közben figyelemelterelésére alkalmas mobileszközt. A rendőrségi baleseti statisztika szerint idén január és november közötti időszakban a baranyai utakon 19-en vesztették életüket. A legutóbbi szörnyű haláleset a Sásdi vasúti átjárónál történt, ahol egy személyautó és egy vonat ütközött. Mint a rendőrség írta, a vasúti átjárókban bekövetkező balesetekben a gyalogosoknak és a járművezetőknek gyakorlatilag nincs esélyük, ugyanis a vasúti szerelvények féktávolsága 100 méterekben mérhető. A német és a sváb kultúra elevenedett meg a kaposvári Rock Színház színpadán. Ott tartotta ugyanis kulturális gáláját a helyi német nemzetiségi önkormányzat és a német közhasznú egyesület. A bemutatóra még az ország más településeiről is érkeztek vendégfellépők.
Az új Rosenkor, azaz az Egyesület vegyes kórussal nyitotta a kaposvári német gálát. A házigazdák után pedig a vendégfellépők léptek színpadra. Német népdalok és sváb dallamok is felcsendültek. A Teisblume kórus már 21 éve működik. A Német Egyesületből alakult ki a Teisblume kórus, a nagyon szerető énekelni tagokból, és sváb, német dalokat énekelünk. Sőt, egészen felmentünk a tengerparti dalokig, mert ott sajátságos nyelv van, a lapos német. Az egyesületek fontosnak tartják a hasonló programokat, ahol a hagyományaikat ápolhatják. Nagyon fontos, hogy a németségnek az identitását ápoljuk és fejlesszük, mert úgy veszem észre, hogy egy icipicikét a német nyelv háttérbe szorul, tehát muszáj lenne minél jobban összefogni ezeknek a külön-külön kis településeken lévő németségnek a együtt éneklése, együtt léte, mert ezzel csak ápolni tudják azt, hogy a saját nyelvüket azt tovább vigyék. A német gálát a Kaposvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Közhasznú Egyesület szervezte. Ha ez nem lenne, akkor nem lennének hagyományok. Tehát ez így tudjuk ápolni, és csak így, hogy vannak rendezvények, amelyeket részben mi szervezünk, részben pedig amit szerveznek mások, oda megpróbálunk elmenni. Idén még egy karácsonyi összejövetelt terveznek, ahol ismét közösen énekelhetnek. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Nincsenek könnyű helyzetben, önkormányzati cégek üzleti beszámolóit tárgyalták Szekszárdon. Súlyos sérülést okozott a csontkovács, figyelmen kívül hagyta, hogy az ügyfele lábát korábban műtötték. Meglepetés, a Parhanton már készen áll a Mikulás. Német nyelvű konferenciát szerveztek Bonyhádon, cél a magyarországi német kultúra fenntartása. Csütörtökön többnyire változóan vagy erősen felhős idő lesz, bujkáló napsütés mellett elszórtan futó záporok fordulhatnak elő, éjjel fokozatosan mérséklődik a szél. Említést érdemlő csapadék nem várható, lecsökken a felhőzet. A derültebb szélcsendes helyeken pára, foltokban kötképződés valószínű. Fagypont köré hűl a levegő, helyenként gyenge faggyal is számolni kell. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!